Na szevasztok, itt vagyunk Hajdú Dorogon a média válogatott illusztris tagjaival. Elképesztő jó mérkőzést játszottunk. Ha minden igaz, 3-1-re nyertünk. Zsombor, Kerekes Zsombor mesterhámosával, kérem szépen. És hát szerintem, én ahogy félig meddig kívülről és belülről láttam, így nagyjából így a Juventus és az Aston Villa közé lehet belőni a teljesítményünket, és nem csak a miénket, hanem az ellenfélét is. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok ránk, akkor legközelebb gyertek el ti is. Azért bocsánat, volt egy kakukktojás az én csapatban, bár idézőjelbe teszem ezt a kakukktojást. Katus Attila, nem? Mondhatnám ezt is, ezért tornasportból jövök. De hát a polgármester úr is azt mondja, hogy mi csapatukat erősítette. Már hogy melyik? Én vagy ő? Mit szólnak itt helyiek, hogy a segédletednél sikerült itt nyerni? Nem lesz ebből egy probléma, feszültség, hogy itt... Azt gondolom, hogy semmiképpen, mert kellő időben lecseréltünk. Ja, nem játszottál végig. Hát mindig az, hogy egy picit benn voltál, akkor elhúztunk, akkor kiegyenlítünk a mérkőzést. És gólt nem mert lőni, hogy nehogy tüntessenek ellen. Viszont egy gólpasszom volt. Emlékszem a második előtt, úgyhogy le a kalappat. És erről a strandról mit lehet egyébként tudni, mert nagyon hangulatos. Tehát azt nézem, hogy napelem is van, tehát ez teljesen lenyűgöző. Azt gondolom, hogy a mai rendezvényünk egy nagyon szép környezetben kerül megtartásra. Ez így van. A strandfürdőnk területén, ahol gyógymedence is található, van tanmedencénk, illetve a legkisebbek számára gyermekmedence és pancsolómedence is található a területen. Nekem azt tetszik nagyon egyébként, hogy ugye nagyon sok ilyen high-tech, meg nem tudom milyen fürdő van, ami tök jó egyébként, de a családias fürdőkből már ilyen kevesebb van. És nekem ez tetszett nagyon, mert én amikor nagyon sok ember között mozgunk, és az magánéletünket szeretjük egy picit családiasabb környezetben tölteni, és ez tetszik nekem, ez szimpatikus, hogy nagyon emberközeli, barátságos. Persze ez kellenek a helyi emberek vendégszeretete is, amit itt kapunk. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus kis hely, úgyhogy tényleg gratulálok meg. Mondom, ez a napelem, ez mi? Ez a vizet melegíti? Vagy ne, mi? Termálvíz az a fürdőjük? Nem, szerintem egyébként ez a fürdő, nyugodtan nevezzük meg, ez egy retro fürdő per pillanat. Igen. De hozzáteszem, hogy azért ezt fejleszteni fogjuk. Tehát egy egyedi fürdőt akarunk itt Dorogon csinálni, ami egy zarándok fürdő lesz, hiszen a görögkatolikusok fővárosa Hajdú Dorog, aki ezt nem tudná, ez egy nagyon fontos dolog. És hát a focira visszatérnem, mert most az a fontosabb. Én azt mondom inkább, hogy Zoltán nem tudott annyit gyengíteni, hogy ne nyerjen a média választás. Sose fog már kiderülni, mi lehet volna, ha. És ami nagyon fontos, ez nem kellett megerőltetnie magát. De ezt teljesen természetesen hozta, és elismeri, hogy azért nem lehet úgy beállni sportolni, se bár fontos a sport, ezt kinek mondjam, hiszen mindenki sportol, hogyha nem készülünk előtte, vagy nem edzünk rá, mert mondta nekem is, hogy jöjjek, mondtam, Zoltán, azért van ebbe egy kis kockázat, tehát akármilyen jó futbolistánkkal játszik az ember, nyilván olyan embereket kell hozni, akik tudják pótolni az embernek a bötösségét, de ez itt megtörtént. És mi lett volna a végeredmény, ha a képviselő úr is beállt? Akkor lehet, hogy veszít a média vállalatot, de az emberek jókat mosolyognak. Hozzá kell tenni, azt gondolom, hogy a készületek kapcsán szerintem az oroszlán rész abban nyilvánul meg irányomból, hogy megrendezzük ezt a sporteseményt, és ez tulajdonképpen az első hajdudorogi amatőr strand foci bajnokság, amely különböző színpadi programokkal van színesítve, és bízok benne, hogy ennek a rendezvénynek van jövője, egy felfutása lesz az elkövetkezendő éveket tekintve. Ez egy hagyományteremtő rendezvény. Így van. Jelen eseményre 8 csapat nevezett, bízok benne, hogy jövőre sokkal többen fognak nevezni, és akár több napos is lehet ez a torna. Igen, hát tényleg szuper a kezdeményezés, én mind ugye edző, öröm látni, amikor sporteseményeket csinálunk és csempészünk bele a dolgokba, mert a koncertek azok mindig mennek, igen. Este az mindig nagyon népszerű, de amikor ilyen napközben megszínesítjük egy kis sportartás mozgásról. Csak megjegyzem mellékesen, hogy most ez a strandfoci volt itt Hajdú Dorogon, jövő hétvégén Hajdúnáláson országos strandtézilabda bajnokság vezetője van, 24 csapattal, 12 férfi, nem amatőr, tehát hozzáteszem, hanem akik rendszeresen űzik ezt a sportot, azért az is egy jelentős dolog lesz. Szóval az a lényeg, hogy itt a hajdúságban azért amellett, hogy az emberek nagyon keményen dolgoznak, szórakozni is szeretnek, és ez a legfontosabb szerintem. Így van, hát pláne a mostani időszakban, mert azért nagyon sokáig nem nagyon volt erre olyan sok okunk meg örömünk, és most itt a jó időben, tényleg vártuk a nyarat, megköszönjük a nyár, itt vagyunk egy strandon, a labdát azt szerintem majdnem mindenki szereti, férfiak szerintem rögtön, de szerintem még a nők is szeretik ezt a sportot, úgyhogy más nem a férfiak miatt, hogy nézzük őket, elkísérjük őket, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kis rendezvény, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Reméljük, hogy lesz még alkalom kipróbálni azt, hogy a polgármester úr nélkül,
Nem. Milyen eredményeket érnénk el? Úgy, hogy ha én foglalkozom vele, és akkor jövőre már mind a ketten játszunk. Látjuk azt, hogy nem nélküle, hogy nem lehet kihagyni, ez egy polgármestert nem lehet kihagyni, aki ott végül is viszonylag annyira nincs elhízva, tehát hogy a többieket, de jövőre felkészülünk, tehát mindenképpen. Zsombi szintjét nem tudjuk megütni, de azért igyekszünk. Hát lehet, hogy ez az első volt, de nem az utolsó. Biztos, hogy nem az utolsó. Köszönjük szépen a megtisztelést. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.